Magyarország 2010. évi 45. törvénye így ír a nemzeti összetartozás melletti tanúságtételről. A több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek, melynek államhatárok feletti összetartozása valóság, és egyúttal a magyarok személyes és közösségi önazonosságának meghatározó eleme. Akkor vagy magyarok, ündöklő csillaga, ki voltál valaha, országunk és tápja. Mindenek előtt azt hiszem, hogy fontos arról beszélnünk, hogy Trianon kapcsán milyen érzések is vannak bennünk. A trianoni békediktátum kapcsán milyen érzések vannak bennünk, mert ez egy békediktátum volt, ahhoz kétség nem férhet. Ugyan vannak ma is olyan magyar politikusi megnyilvánulások, amelyek azt mondják, hogy ez a béke rendben van, nem kell ezzel foglalkozni, de ilyen gondolatokkal most nem érgezzük magunkat. Azt gondolom, hogy a diktátumok jellemzően igazságtalanok, de az egészen biztos, hogy a trianoni békediktátum minden idők legtisztességtelenebb és legigazságtalanabb béke diktátuma. Erkölcsi aggályok nélkül rajzolták át Közép-Európát. Mit is érzünk tehát? Fájdalom, keserűség, kiszolgáltatottság, és lehetne ezt hosszasan sorolni. Azt hiszem, hogy ha az ember ennyire rosszul érzi magát, akkor két lehetősége van, két út áll előtte. Az egyik az, hogy összehúzza magát olyan kicsire, amennyire csak tudja. Megpróbál úgy viselkedni, hogy észre se vegyék lehetőleg, és elfogadja azt, hogy mások őt a vesztesek közé sorolják. Tegyük hozzá, hogy egyébként ez is egy emberi és érthető reakció lenne. Azonban a magyarok, mi nem ezt az utat választottuk. Mi azt az utat választottuk, hogyha ezerszer rúgják ki a lábunkat, akkor ezerszer kelünk fel, és minden esetben erősebbek leszünk, mint annak előtte voltunk. Mi azt az utat választottuk, hogy összekapaszkodunk, és azt mondjuk, hogy itt voltunk, itt vagyunk, és itt is leszünk. Mi azt az utat választottuk, hogy összetartozunk, magyart a magyartól elválasztani nem lehet, az országnak vannak határai, de a nemzetnek nincsenek. És mi azt gondoljuk, érezzük és képviseljük, hogy minden magyar felelős minden magyarért. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt emlékezők, a külhoni magyarokról egy erős állam tud gondoskodni, egy erős állam tudja őket segíteni. Egy gyenge ország nemhogy a külhoni magyarokat nem tudja segíteni, még önmagán sem tud segíteni. Éppen ezért az elmúlt 12-13 esztendőben a kormánynak mindig voltak olyan stratégiai céljai, amelyeket mindig szem előtt tartott, és válságok idején sem léptünk el ezektől, mert hogy ugye válságok korát éljük, de ezeket a célokat mindig képviseltük, és mindig szem előtt tartottuk. Ilyen a munkahelyek megőrzése, megteremtése és megőrzése, a nyugdíjak védelme, a rezsicsökkentés védelme és a családok támogatása. És az utóbbit hadd emeljem ki,
és hadd húzzam alá még egyszer a családok támogatását, ugyanis minden megszülető magyar gyermek egy újabb őrhely. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, egy olyan nemzet tagjaiként lehetünk most itt, amely tudhatja, hogy többet adott a világnak, mint amennyit kapott tőle, és a teljesítményünk feljogosít bennünket arra, hogy folytassuk a történelmünket. Tisztelt emlékezők, a külhoni magyarok az elmúlt években visszakapták az állampolgárságukat, az állampolgári jogukat. És számomra mindig szívbemarkoló, megható, szívszorító az, amikor látom a nagykövetségeinken, ahogyan ezek a magyar emberek elcsukló hangon leteszik az esküt. Ahogyan a családtagok megkönnyezik ezeket a pillanatokat és perceket, és mindezek jól mutatják, hogy mennyire fontos volt, hogy visszakapják azt, ami mindig megillette őket, ami mindig járt nekik. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, a külhoni magyarokat megbecsülés és tisztelet illeti, ugyanis más ország területén őrzik a magyarságukat, őrzik a nyelvet, őrzik a hagyományokat, a szokásokat, magyarul mondanak mesét este a gyerekeknek, magyar iskolába járatják a gyermekeiket, és higgyék el, a külügyi munkám során épp elég tapasztalatot szereztem azzal kapcsolatban, hogy beolvadni és asszimilálódni sokkal-sokkal könnyebb lenne, de ezek az emberek mégis büszkén őrzik a magyarságukat, tisztelet jár nekik ezért. Kedves emlékezők, a magyar kormány gazdasági vonatkozásokban is segíti a külhoni magyarokat. Az elmúlt években folyamatosan indítottunk különböző gazdasági programokat a külhoni vállalkozások számára, és az egyik határon túli látogatásom során a magyarok vezetői, nem felejtem el, azt hiszem még élek, de még sokáig egészen biztosan nem, amikor a magyarok vezetői azt mondták, hogy ez a gazdasági támogatás, ez úgy kellett nekik, mint a manna. És ez jól mutatja a gazdasági tényezők, a gazdasági támogatás fontosságát is. Azt is fontos hangsúlyozni, hogy a magyar kormány együttműködésre törekszik a szomszédos országokkal. Mi azt gondoljuk és azt képviseljük, hogy a nemzeti közösségek bennünket nem elválasztanak, épp ellenkezőleg összekötnek. A nemzeti közösségek erőforrást jelentenek, a külhoni magyarok is, az itt élő más nemzetiségek is. Tehát mi együttműködésre törekszünk. A külhoni magyaroknak is az a jó, hogyha a politikai kapcsolatok is kiegyensúlyozottak, és mi a szomszédos országokkal együtt szeretnénk egy erős és fejlődő Közép-Európát építeni. Persze itt van a szomszédságunkban a háború, most már több mint egy esztendeje, és ebben a helyzetben meg kellett vizsgálnunk, hogy mi a magyarság érdeke. És a válasz erre egyértelmű, a magyarság érdeke a béke. Ebben a háborúban az ukránok és az oroszok mellett magyarok halnak meg, ez az, amit a nyugati barátaink hajlamosak elfelejteni. Tehát mi pontosan tudjuk itt a háború szomszédságában, hogy milyen súlyos a helyzet, és amikor egyre többen szakértők, politikusok a NATO és Oroszország lehetséges összecsapásáról beszélnek, a harmadik világháború kitörésének esélyeiről beszélnek, ami önmagában rémisztő, atomfegyverekről beszélnek, akkor világos, hogy az egyetlen helyes válasz az azonnali tűzszünet és a béketárgyalás. Életet menteni csak békével lehet. És persze igaz, hogy ezzel az álláspontunkkal, hát ha jól körbenézünk, akkor igazából az Európai Unióban egyedül vagyunk. De ha visszatekintünk az elmúlt esztendőkre, akkor azt láthatjuk, hogy amikor a bevándorlási válság elindult, Orbán Viktor és a magyar kormány mondta azt, hogy ez veszélyes, meg kell ezt állítani, egyedül voltunk. Ma már az álláspontunk helyességét józan észre senki sem kérdőjelezheti meg. Amikor a koronavírus során azt mondtuk, hogy a vakcina egy egészségügyi kérdés, egy orvosi kérdés, nem politikai kérdés, szintén nem voltak túl sokan mellettünk, és megint csak kiderült, hogy igazunk van. És azt gondolom, sőt látom, hogy ma már egyre többen látják, és egyre többen fogják azt látni, hogy a háborúval kapcsolatban is a magyar álláspont a helyes álláspont, sőt meggyőződésem szerint az egyetlen helyes álláspont, a tűzszünet és a béketárgyalás, és azt is egyre többen látják, és fogják is látni, hogy a békét nem szankciók hozzák el, hanem tárgyalás.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim, fontos még beszélni a kárpátaljai magyarokról. A kárpátaljai magyarok jogfosztása már jóval a háború előtt megkezdődött. Elvették a jogaikat, az anyanyelv használat jogát az oktatás területén, a kultúra területén, a sajtó területén és az élet számos területén. És mi ekkor azt mondtuk, hogy természetesen ez elfogadhatatlan, ez ellen fellépünk. Aztán kitört a háború, akkor azt mondtuk, hogy Ukrajna a megtámadott fél, ezért a konfliktusainkat, hát ha nem is felejtjük el, de az asztal szélére tesszük. Azonban sajnálatos módon a háború kitörése óta is az látható, hogy a magyarság, a kárpátaljai magyarság elleni fellépések tendenciózusak, folyamatosak, és ezért mi azt mondtuk, hogy amíg ez így van, addig Ukrajna euróatlanti integrációját nem támogatjuk. Egy példát hadd emeljek ki önöknek, ugyanis mi támogatjuk Ukrajnát számos humanitárius módon az ország, már hogy Magyarország történetének legnagyobb humanitárius akciójával, és ez azt is jelenti számos más intézkedés mellett, hogy 1300 magyar iskolába és óvodába jár Ukrajnából elmenekült gyermek. 1300 ilyen intézményben Magyarországon. Ezzel egy időben és ezzel párhuzamosan a jelenlegi ukrán szabályozás nem teszi azt lehetővé, hogy 99 magyar iskola szeptembertől folytassa a működését. Tehát mi világossá tettük azt, hogy ez elfogadhatatlan, és amíg a kárpátaljai magyarok az úgynevezett már meglévő szerzett jogaikat nem kapják vissza, tehát mi nem akarunk semmi többet, mint ami korábban volt, mi azt akarjuk, hogy azokat a jogokat, amelyekkel korábban rendelkeztek, azokat kapják vissza. Amíg ez nem történik meg, addig Ukrajna euróatlanti integrációs folyamatait nem támogatjuk. Tehát azt szeretném mondani a kárpátaljai magyarsággal kapcsolatban, és általában is minden külhoni magyarral kapcsolatban, hogy mindannyian számíthattak, és számíthatnak a jövőben is a magyar kormányra, és a történelmi tapasztalatunk és a jelenkor tapasztalata is az, hogy ha összekapaszkodunk, akkor erősek vagyunk. Éppen ezért jelenleg a teljes magyarságnak összekapaszkodva kell, és a lehető leghangosabban kiáltania a békéért, és kiállnia a béke mellett, mert ez a magyarság érdeke, és meggyőződésem szerint egész Európa és az egész világ érdeke is ez. Nagyon szép ünnepség. A városunk összetartozásáról is szól, nagyon sok budakeszi lakos eljött, egy méltóságteljes, szép délelőtöt töltöttünk együtt. Az énekkarok nagyon szépeket énekeltek, nagyon fontos énekeket, a magyarság összetartozása, megtartása szempontjából is fontos volt ez a mai nap. Budakeszi olyan, mint a Kárpát-medence szinte. Budakeszin is nagyon sok olyan család, népcsoport él, akik a Kárpát-medence különböző részeiről költöztek ide. Tehát ez az összetartozás napja egy országos ünnep, egy nemzetünnep és budakeszi ünnepe is. Az összetartozás szó nagyon szíven üt minden alkalommal. Azt hiszem, hogy ez a boldog élet kulcsa. Mindegy, hogy családról, nemzetről, világról, Európáról van szó, összetartozás nélkül nem működik az életünk, szükségünk van egymásra, az ember nem sziget, nem magányos lény. Az, amire ez emlékeztet minket, a trianoni békediktátum, a történelem egyik legfájdalmasabb és legigazságtalanabb mozzanata, ezt sok történelmi eseményt, országok történelmét áttekintve is megtapasztalhatja mindenki, és mégis az összetartozás a kulcsa annak, hogy mi ketten most itt beszélgetni tudunk. Nem adjuk fel. Azt hiszem, hogy nem fegyverekkel kényszeríthető ki az összetartozás. Ez hűséggel, gondolkodással, tulajdonképpen érdekünk is összetartani. Nem csak a határainkon túl szakadt ország részekre gondolok, akik ugyanúgy a szívünkhöz tartoznak, mint ahogy régen a Nagy Magyarországhoz tartoztak, de a többiekkel is, Európával és a világgal.
Európa pozíciót veszt, elveszíti a keresztény gyökereket. Azt hiszem, hogy azzal a magyar lakossággal, a testvéreinkkel, akik a határon túl vannak, és diaszporában, bárhol a nagyvilágon élnek, ezen keresztény és nemzeti értékek alapján mi, amíg élünk, össze fogunk tartani, és talán ez a minta, ez a példa másokat is arra sarkal, hogy ellenségeskedéssel nem jutunk messzire, fegyverekkel egyáltalán nem, de az összetartozással, amelynek alapja a másik tisztelete és a haza szeretete, azzal megmaradunk. A családunk tagjai részt vettek mind a két háborúban. Mind a két háborúban vannak elesettek hősök, akik nem tértek haza, és vannak olyanok, akiket a sors megkímélt, csak a táborokat kellett túlélniük, a hadifogságot Asztrahán szigetén és máshol Oroszországban. Nehéz ez a történet, nehéz erről beszélni, de amíg háború lesz és békétlenség, addig mindig lesznek hősök, és szerencséje van annak, aki ebbe nem kerül bele, ebbe a körbe. Remélem, hogy az ők unokái azoknak, akik itt a talapzaton kőbevésett neveikkel figyelmeztetnek minket ezekre a katasztrófákra, az ő unokáiknak már nem kell ugyanezt a sorsot megjárniuk. A Széchenyi Társaság elnöke az időközben minket már elhagyott, dr. Rubovszky András csináltatta ezt 2020-ban. És akkor egy nagy Széchenyi Társasági rendezvényen láttuk először ezt a zászlót, és mi, mint ennek a nagy egyesületnek egy leányvállalata 1992 óta Széchenyi Baráti Kör ajándékba kaptuk ezt a zászlót, amelyen az összes magyar település név szerepel, amely Trianon előtt Magyarországhoz tartozott. Csodálatos közelről is megnézni ezt a zászlót, kis fém szív, amit Budakeszi nevéhez odavartam. Ez a zászló azóta minden június 4-én velünk van, és emlékeztet arra, ami miatt tulajdonképpen összegyűlünk.